testületi ülésen foglalkoztunk a telekalakítás kérdésével, hiszen a Karosi utcában az utolsó telek is elkelt. A képviselőtestület döntött az őszi lomtalanítás megrendeléséről. Elfogadta a kiserdei óvoda nevelési évről szóló beszámolóját, és azt, hogy a következő évben is három csoport indulhat az óvodában. Hozzájárult, hogy Győr Zámoly csatlakozzon a Mosonmagyaróvári térségi társuláshoz. Igazgatási szünet lesz a közös hivatalban augusztus 8-a és 21-e között, de ügyeletet tartunk a sürgős feladatok megoldására. Megállapította a képviselőtestület, hogy a falunapi előkészületek jól haladnak. Június 27-én szeretettel várunk minden dunakiliti és környékbeli vendéget a jubileumi ünnepségre. A rendezvény fővédnöke dr. Nagy István államtitkár úr. Idén a jubileumi évben nem konkrét személy kapja augusztus 20-án a dunakiliti évdíjat, hanem emléktáblát avatunk helyette a 850 éves évforduló kapcsán múlt és jelen jeles személyiségeinek tiszteletére.